több pénz útfelújításokra, 69 helyett 100 milliárdot költenek jövőre az utakra, erről Tasó László államtitkár beszélt Nyírbátorban. Ágyúval a jég ellen talajgenerátoros rendszert építenek ki a kormány a keddihez hasonló jégverés ellen. Barátságos és vidám, színes festményeket festettek diákok a Nyíregyházi vasútállomás aluljárójába. 69 milliárd forintról 100 milliárdra növelik jövőre a komplex útfelújítási program keretösszegét. Ezt a közlekedés politikáért felelős államtitkár nyilatkozta szerkesztőségünknek Nyírbátorban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A városban két új körforgalmat építenek, továbbá megújul a 471-es számú főút Nyírbátor és Nyírbogát közötti szakasza is, amely már annyira rossz minőségű volt, hogy 12 év alatt 33 halálos áldozatot követelt. Javában dolgoznak Nyírbátor főterén, éppen aszfaltozzák a körforgalmat. Ezt az utat le is zárták, amelynek a végén új körforgalom épül. Ezek a beruházások a 471-es főút felújításának a részei. Az útfelújítás véleményem szerint a felénél tart. Az alaprétegek elkészítése folyik, aszfalt alaprétegek elkészítése folyik, és nyilvánvalóan útpatka kiépítése végig egészen Nyírmihályi, Nyírbogát, Nyírbátor között, és itt Nyírbátorban is a két körforgalomnak az építése során, ugye az első ütemnek az alapja már készen van. Az építkezésre ellátogatott a közlekedés politikáért felelős államtitkár, aki elmondta, ez a fejlesztés is állami forrásból készül, amelynek keretösszegét jövőre nagy mértékben növelik. A komplex útfelújítási programunk, amely 69 milliárd 300 millió forintos nagyságrendű most, alkalmas arra, hogy 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számjegyű utakon, sőt 5-ös számjegyű utakon is beavatkozásokat tudjunk végrehajtani. Tehát ez rendkívül fontos, hogy alsóbb rendű utak is felújulnak és megújulnak ebben a programban, de még inkább az, hogy a következő évben 100 milliárd forintot fogunk erre a célra fordítani, tehát alsóbbrendű utakat is felújítunk természetszerűen. Magyarországon jelenleg 144 útszakasz felújítását végzik, ezek közül is kiemelkedő a 471-es felújítása, hangsúlyozta a bejárás utáni tájékoztatón a Magyar Közút vezérigazgatója. Nemes Nagy Tibor hozzátette, a munkálatok országszerte tovább folytatódnak. Az utak hosszának a felújítása elérheti a 4000 kilométert. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Magyarországon a közúthálózat, amelyet a Magyar Közút ZRT üzemeltet, az 32 ezer kilométer, ebbe beleértve természetesen az autópályákat is, akkor közel 10%-a újul meg az elkövetkezendő években. A megyében jövőre a tervek szerint a Nyírbátort az M3-as autópályával összekötő út is megújul. Felénél tart a Központi Statisztikai Hivatal június 1-én indult mezőgazdasági összeírása. A megyében jól dolgoznak, az érintett 54 ezer őstermelőnek és gazdálkodónak már a kétharmadát felkeresték. A munka július 15-éig tart. A kérdőívet mindenkinek kötelező kitölteni. Kérdező biztos érkezik az egyik érintetthez Nyíregyháza egyik kertvárosában. Jó napot kívánok, Kovács Bertiláné vagyok a Központi Statisztikai Hivataltól, mezőgazdasági összeírás nézünk. Gazdaságnak számít egy fóliasátor, de ahol egy nagyobb haszonállatot tartanak, oda is bekopognak a kérdező biztosok. Több mint 54 ezer gazdálkodót keres meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a KSH július 15-éig. Akkor először azt szeretném megkérdezni, milyen mezőgazdasági területtel rendelkeznek? Szántóval? Az nem. Nem? Gyümölcsös? Gyümölcsös, igen. Igen, ezen kívül még mennyi gyümölcse, mennyi a terület? Hát 600 négyzetméter. 600 négyzetméter, ezt átírjuk, akkor menekem esetleg mindegy, milyen mértékegységben mondja, mert a gép úgyis át tudja állítani. Konyhakert esetleg a kis házhoz. Hát 200 négyzetméter kis zöldséges. Jó. A Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtése 3 évente pontos és hiteles képet ad az agrárium állapotáról. Az összeírás nyomon követi a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat. A kérdőívet kötelező kitölteni a gazdáknak és az őstermelőknek. Hallottunk róla, hogy ez uniós összeírás lesz, laptopon megy, kíváncsi is voltunk, hogy milyen ez az elektronikus adatszolgáltatás, de ez természetes, hogy az ember nem tagadja meg.
Az adatfelvétel kétharmadán már túl van a KSH. A megye 128 településén 223 összeíró gyűjti az adatokat. A mobileszközök megkönnyítik és gyorsabbá teszik munkájukat. A laptopokról ugyanis egyből a központi adatbázisba kerülnek a válaszok. Címeket keresünk fel, és a címeken lakók mondják el, hogy hol van állattartásuk, hol van földjük, tehát nem kint a úgynevezett terepen mérjük fel, meg nem is kérünk semmiféle okmányt ezekhez az összeírásokhoz, hanem a lakóhelyén lakó gazdaságtól kérdezzük meg ezeket az adatokat. A kérdőív szerkezete is uniós szabvány, a tagországokban egységes. Az elemzéseket szeptemberre készíti el a Központi Statisztikai Hivatal, amit a hazai, de akár az uniós döntéshozók is felhasználhatnak a pályázati rendszerek kialakításánál. Óriási pusztítást végzett a keddi jég a szatmári gyümölcsösökben. Erre reagálva a jövő évtől várhatóan talajgenerátoros rendszerrel védekezhetnek a gazdák a jégverések ellen. A tervek szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 72, országosan pedig összesen 1069 generátor telepít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezek a légi felvételek kedden készültek Csenger határában, tonnaszámra áll a jég a fiatal almaültetvény fölötti hálóban. A megyében az elmúlt években több 10 milliárdos bevételkiesést okozott a jégeső. A helyi termelők szerint a keddi vihar évekre meghatározhatja a térség mezőgazdaságát. Ha kárunkat akarjuk nézni, a gyümölcseknek 100%-os kárt látunk, de még a hajtás növekedés is nagy károkat szenvedett, tehát nem egy évre vett vissza bennünk, hanem akár két évre, három évre ez a katasztrofális időjárás. A leghatékonyabb, de egyben legköltségesebb védekezési módszer a jégháló. Mivel ez a technológia drága, a pályázati lehetőségek pedig szűkösek, a gazdák más eszközökkel is próbálják csökkenteni a kitettségüket. Ilyen az egyelőre tudományosan még nem bizonyított hatású jégágyú is. Az a légáramlás, illetve cirkuláció, amit a robbanások keltette légörvényekkel maga fölött produkál, azzal lehet képes esetlegesen a jégesők elleni védekezésre. Tehát a jégágyú nem lő ki rakétát, nem bocsát ki vegyszert, egyszerűen robbanások keltette légörvényekkel, illetve lökés hullámokkal próbál meg operálni. Az elmúlt években a jégkárok mérséklésére a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kidolgozott egy talajgenerátoros jégeső elhárító rendszert, ami hasonló elven működik, mint a jégágyú. Ez a rendszer az egész országot lefedve védené meg a mezőgazdasági terményeken túl a lakosság ingó és ingatlan vagyonát is. Szabolcs megyében 72 darab van a tervek szerint, de akkor azt egy néhányal ki kell tudni, lehet, hogy ez akkor a 80 is lesz, ha védekezni akarunk a határ túloldalán. Ez egy Magyarországot 10x10 kilométeres négyzetbe gondoljuk felosztani. 5 egységből üzemelne Tolna, Baranya és Somogy megyébe üzemel közel 30 éve, ahhoz még Zala megye csatlakozna, és akkor Pápa, Veszprém, Szabolcs megyébe Nyíregyháza, illetve Szentes lenne még ilyen központ. Az országos elhárító rendszer 2017 tavaszára készülhet el. Az Európai Uniós és hazai forrásból megvalósuló beruházás várhatóan 1,2 milliárd forintba kerül, a fenntartása pedig évente megközelítőleg 1 milliárd forint lesz. Tömeges elbocsátások jöhetnek a nyíregyházi dohánygyárban. Bittner Imre vezérigazgató arról beszélt televíziónknak, hogy az Európai Unióban megszűnt a hazai dohány iránti kereslet, ezért az OLT Magyarország vizsgálja annak lehetőségét, hogy az idei évtől nem Magyarországon a nyíregyházi üzemében, hanem külföldön dolgozza fel a dohányt. Sajnos módon ez azzal is jár, hogy a jelenleg alkalmazottaink mind szezonális, mind állandó dolgozóink jelentős létszámának a további foglalkoztatásáról kell döntenünk. Mai napon bejelentettük hivatalosan a lehetőségét annak a üzemi tanács felé, hogy keressük a megoldási lehetőséget az átszervezés követő létszámok foglalkoztatására, illetve egyúttal ezt tavalytattuk a munkahelyi központnak is.
Barátságos és vidám lett a Nyíregyházi vasútállomás aluljárója, diákok festették ki. Hogy milyen lett, hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. A második helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban a nagyecseri futballcsapat. Az újonc együttes kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, össze 28, tavasszal pedig 30 pontot szereztek Ádámszky Róberték. A középmezőnyben végzett a szabadpisztoly 60 lövéses számában Agárdi Vilmos a tallini junior sportlövő Európa bajnokságon. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület még ifjúsági korú versenyzője tapasztalatszerzési céllal utazott az első tűzfegyveres világversenyére. Ma megérkezett a Kánikula a megyébe, elsőfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. Ez azt jelenti, hogy a napi átlaghőmérséklet 25 fok felett van, hétfőtől hideg front éri el térségünket, de nagyon hűvösebb időre senki se számítson. A hőséget szinte már csak a vízben lehet elviselni, már a délelőtt is rengetegen voltak a strandon. Az előrejelzések szerint egyre melegebb léghullámok érkeznek Magyarországra, ezért csütörtöktől hőségriadó lépett életbe. Egyenlőre elsőfokú a figyelmeztetés, tehát a napi átlaghőmérséklet a 25 fokot éri el. A Kossuth téren is inkább az árnyékban pihentek az emberek. Az egyik legfontosabb tanács ilyenkor, hogy az erős UV-sugárzás miatt 11 és 15 óra között senki ne tartózkodjon a tűző melegben. Ezt sokan be is tartják. Kevesebbet persze, csak délután általában. Késő délután. Amikor nincs a napnak, akkor ereje. A hőségriadó csütörtöktől vasárnapig tart. Az előrejelzések szerint a négy nap közül a csütörtöki hőmérséklet lesz a legalacsonyabb. Lehűlés éjszaka sem várható, a leghidegebb órákban is 20 fok feletti értékekre lehet számítani. A melegben a felfrissülést Párakapu segíti a városközpontban. Gyalogosokat és bicikliseket egyaránt felfrissít a Párakapu itt a Kossuth téren. Most jelenleg Nyíregyházán délben 33 fokot mutatnak a hőmérők, de a hétvégére ettől még melegebbet ígérnek. Idős vagy beteg emberek esetében fontos, hogy a melegben is rendszeresen szedjék gyógyszereiket és fogadják meg az orvos tanácsait. A 30 fok fölötti melegben akár 15 perc alatt is le lehet égni, ezért fontos, hogy óvjuk bőrünket a káros UV-sugárzástól. Ha napozunk, akkor használjuk a magas fényvédő faktorú krémeket, mindenképpen védjük a testünket, vegyünk fel olyan kalapot, nagyobb karimájú kalapot, ami viszonylag jobban árnyékolja a testünket, nagyon sok folyadékot fogyasszunk, ásványvizeket. Nagyon fontosak az ásványi sóknak a pótlása, és egyébként nem csak a folyadéknak a bevitele, hiszen sókat is vesztünk a verejtékezés kapcsán. Könnyű ételeket, gyümölcsöket, leveseket fogyasszunk, tehát jelentős inkább a folyadék tartalma a fontos, azt gondolom, hogy ezeket bevigyük. Kerüljük a kávékat, ha lehet, alkoholtartalmú italokat, azok ilyenkor egy picit megbojdítják a egészséges embert is. A hőségriadó ideje alatt igénybe vehetők a légkondicionált helységek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 85 ilyen épület van. Ezeknek a listája elérhető a Katasztrófa Védelem honlapján. Színes falfestményekkel tették barátságosabbá a nyíregyházi vasúti aluljárót. A fehér falakat még múlt hét elején kezdték el festeni a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákjai. Az ötlet egy hasonló debreceni kezdeményezés mintájára készült. A falakon mozdonyok, valamint nyíregyházi épületek festményei kaptak helyet. Múlt hét hétfőn még így nézett ki a nyíregyházi vasúti aluljáró. A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákjai ekkor kezdték a falak festését. Először az iskolában tervezett képek kontúrjai kerültek fel a falakra, ma pedig így néz ki a fal. Elkészültek a festmények. Ezen a munkán öten dolgoztunk a két falon, de azt hiszem olyan 10 diák dolgozhatott az egész munkán. Az ötlet is közös volt. Hát az volt a koncepció, hogy a nyíregyházi épületeket, régieket és újakat próbáltunk síkban egymás mellé tenni, és egy szép színes festői munkát készíteni. Ez a festmény például a régi sóstói kilátót ábrázolja. A diákok egy sikeres pályamunka után kapták meg a lehetőséget, hogy barátságosabbá tegyék az aluljárót. Csütörtök délelőtt a MÁV helyi vezetése is megköszönte a tehetséges diákok munkáját. Az ötlet egy hasonló kezdeményezésből indult. Debrecenben a peronok a síneket elválasztó kerítésen valósult meg egy hasonló festményekből álló díszítés. Ott egy egyik kollégánknak támadt az ötlete, hogy a nyíregyházi aluljárót is fel lehetne ezzel dobni. Maga a kezdeményezés az úgy folytatódott, hogy mintegy 20 iskolának küldtük ki,
a pályázati felhívást, amit egyeztettünk a MÁV-nak a kommunikációs igazgatóságával, és a sajtóban is megjelent ez a kezdeményezés. A MÁV munkatársai azt ígérték a diákoknak, nagy gondot fordítanak majd arra, hogy az aluljáróban senki ne rongálja meg a festményeket. Motorosokat sodort el egy személyautó szerda délután Nyíregyházán. Az első információk szerint a motort vezető fiatalember és utasa előzte az autóst a Tiszavasvári úton. Éppen mellé ért, amikor az autós jelzés nélkül balra fordult. Összeütköztek, a motoron utazók súlyosan megsérültek, őket kórházba szállították. Úgy tudjuk, hogy az autónak nem volt sem érvényes műszakija, sem kötelező biztosítása, sőt a sofőrnek sem volt jogosítványa. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Második helyen zárta a bajnokságot a megyei első osztályban a Nagy Ecsedi futballcsapat. Az újonc együttes kiegyensúlyozott teljesítmény nyújtott, ősszel 28, tavasszal pedig 30 pontot szereztek Ádámszky Róberték. A megyei másodosztályban 100%-os teljesítménnyel bajnoki címet szerző Nagy Ecsed újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak. Az őszt Opre Mihály edzővel a második helyen zárta a csapat. A téli szünetben Ádámszky Róbert vette át a szakmai munka irányítását. Az ecsediek tavasszal is jól szerepeltek, és végül 17 győzelemmel, 7 döntetlennel és 4 vereséggel, 49 lőtt, valamint 24 kapott góllal a második helyen zárták a szezont. A játékos edző szerint a csapategységnek köszönhető a sikeres szereplés. A vége már egy edzésnek sem siet haza senki, egy meccs után se, tehát meg tudunk beszélni minden, amit úgy gondolom sok helyen nem, tehát egy vereség után is nálunk úgy működik a dolog, hogy ott marad mindenki, tehát kötelezőleg egy órát ott kell lenni, és akkor meg lehet beszélni az időleges gondokat, kinek mi a problémája, és ez én úgy gondolom, hogy ez igencsak előrevezető út. A nagyecseri csapatban az elmúlt 2 évben nem volt jelentős játékos mozgás. A sikeres szezont követően ezúttal sem terveznek komoly átalakítást az ezüstérmesnél. Szűkös a mi lehetőségeink. Elvileg igazolunk egy belső védőt és egy támadót szeretnénk, hogy ebből mi fog kisülni, tehát ezt nem tudom. Nagyon mozgatni a keretet nem tudjuk, azt tudom, 2 embertől elbúcsúztunk, a Vámosi Csavától és a Gyöngytomitól. Őknek is sok sikert kívánunk ezúton is, tehát próbálunk erősíteni a magunkhoz mérten. A Nagyecsed július 11-én kezdi el a felkészülést. Ádámszky Róbert együttese egy 2 napos fehérgyarmati tornán, valamint 7 edzőmérkőzésen igyekszik formába lendülni a bajnokság kezdetéig. A középmezőnyben végzett a szabadpisztoly 60 lövéses számában Agárdi Vilmos a tallini junior sportlövő Európa-bajnokságon. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület még ifjúsági korú versenyzője tapasztalatszerzési céllal utazott az első tűzfegyveres világversenyére. 10 versenyző képviselte Magyarországot Tallinnban a junior sportlövő kontinens viadalán. A keret tagja volt a nyíregyházi Agárdi Vilmos is. A tavasszal légpisztolya Győrben Európa-bajnoki címet szerző 17 éves fiatalember első alkalommal mérette meg magát tűzfegyverrel a nemzetközi mezőnyben. A szabadpisztoly 60 lövéses számában 40-en álltak lőállásba. Vilmos 504 körrel a középmezőnyben végzett, de mint mondja, hasznos tapasztalatokkal gazdagodott Észtországban. Én nagyon örültem neki, hogy ennyire rossz volt az idő, mert sosem versenyeztem még így, hogy minden egyes lövést át kell gondolni, hogy a szél merről fúj, és konkrétan dőlünk el tőle. Sosem volt még ennyire rossz idő, meg közben még az eső is elkezdett zuhogni. Ezért másrészt meg, hogy egy ilyen erős mezőny, tényleg ezt kiemelném, hogy mindegyikük, akik a mezőnyben voltak, idősebbek, mint én, és mindegyikük egy olyan országból jött, ahol ennek a mezőny, tehát ugye a mezőnyük sokkal erősebb, mint az enyém. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület elnöke, egyben Agárdi Vilmos edzője szerint már az is nagy dolog, hogy tanítványa kijutott az Európa-bajnokságra. Ez egy nagyon nagy lépcsőfok, hiszen ez volt az első olyan nemzetközi tűzfegyveres verseny, ahol részt vehetett. Amikor kiírták a válogatókat, akkor nagyon szerettük volna, hogyha bekerült volna. Látszott is, hogy ez egy nagyon nehéz mezőny, hiszen az egész magyar válogatott csapatból ő egyedül jutott ki szabadpisztoly 60 lövésben. Agárdi Vilmos legközelebb hazai környezetben versenyez majd, ugyanis szeptemberben Nyíregyházad otthont az ifjúsági, junior és felnőtt tűzfegyveres országos bajnokságnak. A nemzetközi porondon pedig októberben az Európai Ifjúsági Liga bolonyai döntőjében lép lőállásba a fiatal pisztolyos, a nyíregyházi remények szerint klubtársa Vareha Attila társaságában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
69 milliárd forintról 100 milliárdra növelik jövőre a komplex útfelújítási program keretösszegét. Ezt a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár nyilatkozta szerkesztőségünknek Nyírbátorban. A városban két új körforgalmat építenek, továbbá megújul a 471-es számú főút Nyírbátor és Nyírbogát közötti szakasza is, amely már annyira rossz minőségű volt, hogy 12 év alatt 33 halálos áldozatot követelt. Óriási pusztítást végzett a keddi ég a szatmári gyümölcsösökben. Erre reagálva a jövő évtől várhatóan talajgenerátoros rendszerrel védekezhetnek a gazdák a jégverések ellen. A tervek szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 72, országosan pedig összesen 1069 generátort telepít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Színes falfestményekkel tették barátságosabbá a nyíregyházi vasúti aluljárót. A fehér falakat még múlt hét elején kezdték el festeni a nyíregyházi művészeti szakközépiskola diákjai. Az ötlet egy hasonló debreceni kezdeményezés mintájára készült. A falakon mozdonyok, valamint nyíregyházi épületek festményei kaptak helyet. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 23-án csütörtökön. Friss hírekkel péntek este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnapra nem változik időjárásunk, továbbra is száraz, meleg levegő érkezik fölénk, ezért folytatódik a kánikula. Éjjel többnyire derült lesz az ég, eső nem valószínű, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben az időnkénti felhősödés mellett sok napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként kisebb zápor kialakulhat. Délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Extrém erős UVB-sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban kerülni kell a napon való tartózkodást. Szombaton még sok napsütésre van kilátás, a délutáni órákra erősebben megnövekvő gomoly felhőzettel, elvétve egy-egy záporral, zivatarral. Kimondottan meleg lesz az éjszaka, és napközben is kánikulára számíthatunk. Vasárnap egy hullámzó hideg front éri el térségünket, ami miatt még a jövő hét elején is átmenetileg több lesz felettünk a felhő. Záporok, zivatarok is várhatók, és pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. A folytatásban ismét melegszik az idő.